Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, Evangélium Szent Márk könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgálta neki. Amikor lement, a nap is besötétedett, odavittek hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész városot szorongott az ajtó előtt, Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt, kiment a házból, elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki, téged keres mindenki, de ő azt felelte, menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem, és ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban, Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. Ezek az evangélium igéjé. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, évközi 5. vasárnapján vagyunk, és hogy hallottuk az előző vasárnapon, Kafarnaumban van Jézus, pont kijött a zsinagógából, ahol előtte úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók, és a hatalmát úgy is bebizonyította, hogy kiűzte az emberből a megszállott ördögöt. A mai evangélium sok részből áll, én csak az első részt szeretnék egy kicsit úgy elmélkedni rajta. Két jelenet kapcsol össze a mai evangélium. Az első szükebb, családias környezetben történik, a második már nagyobb nyilvánosság előtt. Péter anyósának meggyógyításakor csak néhányan lehettek jelen, de aztán kitágul a kör, és mindent azzal találkozunk, hogy mindenki Jézust keresi, betegeket hoznak hozzá. Utána pedig Jézus elmegy, és egy magányos helyre imádkozik. És tovább, hogy Jézus elmegy, már máshol is hirdetnie kell az evangéliumot. Az első részből 4 egészen egyszerű, banális állítást olvassunk itt Péter anyósáról. Először is azt, hogy anyós volt, másodszor azt, hogy beteg lett, az, hogy Jézus meggyógyította, és végül azt, hogy utána szolgált nekik. 4 egyszerű állítás, de a teljes Szentírás világosságába állítva nagyon fontos hozzánk szóló üzenetek forrása lehettek. Mert kiderül belőle, hogy milyen a jó anyós. Kiderül belőle, hogy mire lehet jó egy betegség. Kiderül belőle az is, hogy hogyan kell Jézust odahívni, és hogyan szokott ő gyógyítani, és végül azt is megérthettük, hogy mire való a gyógyulás. Milyen a jó anyós? Néha már fáj az embereknek az, hogy milyen sok ércelődés hangzik erről a kérdésről, hogy milyen sok előítélet van bennünk. Ha valaki anyós, nem is lehet jó, és valóban sok keserű tapasztalata van az embereknek. Sokszor szembeszegülnek fiatalok a szüleikkel, párjuk szüleivel, sokszor megnehezíti az idősebb nemzedék a fiatalok útnak indulását és boldogulását.
De nem kell ahhoz anyusnak lenni, bármilyen rokonsági fokkal vagy rokonsági fok nélkül, hogy meg tudjuk mi keseríteni egymást életét. Ehhez a rokoni fokhoz azonban különösen sok keserű tapasztalat tapad. Pedig hát van olyan is, hogy igazán édesanyja lesz valakinek az anyusa, és kölcsönösen örülnek egymásnak, és boldoggá tudják tenni egymást. Péter anyusáról állítottuk, hogy ő jó anyus volt. Miért? Azért, mert elfogadta a vejét olyannak, amilyen az volt, és a maga egyszerű eszközeivel segítette őt a munkájából. Azt tudjuk, hogy Péter is testvére András Betsaidából származtak. Péter anyusa pedig Kafarnaumban lakott. Onnan vette magához feleségét, és vitte a Betsaidába, kezdtek új életet. Majd Péter később Jézus tanítványa, apostola lett, ami azt jelenti, hogy adhagyott feleséget, otthont, hivatást, mindent adhatta a halászhálókkal együtt, az egész eddigi életét, és minden ővé követte a mestert, Jézus Krisztus. Feladta tehát a betsaidai otthont, és felesége visszakényszerült az édesanyjához, és itt kezdjük megismerni Péter anyusának a szívét. Ő visszafogadta a most, mit mondjuk az elhagyott, cserben hagyott, vagy mit merhetünk mondani, de minden esetre az újra magányossá vált leányát, és tudomásul vette, hogy a veje erre adta a fejét és szívét, az egész életét. Sehol nem olvassuk azt, hogy az anyusa rászólt volna, tiltakozott volna. Mondván, fiam, rád bíztam a lányomat, és most elmész járni a nagyvilágot valami mesterrel, akiről mindenféle ellentmondásos híre keserget, ahelyett, hogy a becsületes foglalkozásodnál maradtál volna, és őrizned a feleségedet, és nevelted volna a gyerekeidet? Péter anyusa szeretettel visszafogadta a lányát, nem uszította a veje ellen, tudomásul vette, hogy ilyen ember a veje. Kedves testvérek, emlékszek egy példára, hogy házasságot kötött két fiatalt, utána egy autóbalesetbe meghalt a fiúnak a felesége, a gyereke, és ott maradt a anyus és a vő egy házba. Az anyus nagyon megbetegedett, a vő pedig próbálta szeretni és ápolni az beteg anyósát. Utána a vő ott szolgált, illetve dolgozott egy egyetemen, és nagyon jó, nagyon szerették a tanárok, nagyon szerették a kollégák, a diákok. És amikor nyugdíjba ment a rektor, akkor őt szavazták, ő lett a rektor. És egy hónap múlva beadta lemondását. Amikor megkérdezték, hogy miért teszi ezt, akkor azt mondta, hogy azért, mert az anyósom megbetegedett. Annyira rosszul van, hogy már nem is ismer fel engem. És akkor mondták a kollégák, a barátok, hogy hát akkor hozzál egy ápolónőt, vegyél fel, kér valakit, hogy segítsenek. Hát ha úgyse ismer fel, erre a vő azt mondja, igen, de ő adta nekem a feleséget. Ezért én annyira szeretem az anyust, hogy lemondok a katedráról, és maradok vele ápolni. A másik kérdés, amit ebből az igéből választ kaphatunk, hogy mire jó egy betegség. Ha már betegség, az csak rossz lehet. Szólal meg bennünk a hang. Senki se akar beteg lenni, és bizony sok kellemetlenség jár együtt mindenféle betegséggel. De ebből a történetből megtanulhattuk azt, ami talán egyikünk, a másikunk már a magunk tapasztalatából is tudunk, hogy bizony egy-egy betegség néha arra jó, hogy Jézussal találkozunk közbe.
mert nekünk sosincs időnk arra, hogy a Mester lábainál időzünk, ahogy Mária tette, és mivel nincs időnk, ő annyira szeret minket, hogy néha csinál nekünk időt, hogy kénytelenek legyünk az ő lábainál időzni. Péter anyusa úgy találkozott Jézussal, hogy beteg lett. Ha nem lesz beteg, nem valószínű, hogy ez a találkozás létrejött volna, hiszen direkt azért hívták oda Jézus, mert hallották, hogy ő beteg. Arrafelé jártak, sőt ott jártak Kafarnaumban, és Péter természetesen hazaugrott körülnézni, hogy mi van, és látta, hogy az beteg az anyusa. Azt olvassuk róla, hogy azonnal szólt Jézusnak, ő azonnal cselekszik. Amint Jézus tudomást szerzett az asszony betegségéről, tüstén odament a beteg ágyához. Nem halasztotta a látogatást, a szombati ebéd után órákra nem szánt időt arra sem, hogy a tanítványok utasításokat adjon. Első volt a beteg. Amikor már az ágyánál állt, akkor sem egyszerűen szavával gyógyította meg, hanem megfogta a kezét, és felsegítette, meggyógyította. Gyengéden, gondosan gyógyított. A lázzal vivat küzdelem után az ember általában gyenge és erőtlen, de nem így volt Péter anyósa esetében, aki azonnal felkelt és kiszolgáltatta a vendégeket. Nincs a világon kiszolgáltatabb ember, mint a beteg ember. Hogy a testünk és az egészségünk milyen töréken, az a betegségben tudjuk meg. Soha nem az ember teste vagy lelke beteg, hanem mindig a teljes ember szenved testestől, lelkestől. Jézus az evangéliumok úgy mutatták be, mint aki szavával és tetteivel gyógyított. Jézus azt adta Péter anyusának, amit másként nem kaphatott volna, meg az asszony pedig sietve kifejezte háláját. Jézus Krisztus, ami legszörnyűbb betegségünket, a bűneinket is meg tudja gyógyítani, és amilyen készséggel ment ő Péter anyusához, olyan készséggel jön ma is, ha valaki hívja őt. Így merjük őt odahívni mindenkihez, aki szeretteink, barátaink között beteg, vagy a bűn betegségében sínlődik. Gondoltam, hogy tanúságként ezt is elmondtam, mondom, hogy november elején én is beteg lettem a koronavírussal. És amikor eltelt 2 hét, amikor látom, hogy nagy a láz, akkor látom, hogy megint 3., 4. hét, akkor felhívtam az orvost, és megkérdeztem, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy atya, nem vette ki a szabadságát x évvel ezelőtt. Most nyáron nem tudott elmenni a testvéreihez, az édesanyjához, hogy meglátogassa. Egész eddig dolgozott. Isten úgy gondolja, hogy még ad kis időt, hogy pihenjen és imádkozzon. Azt gondolom, hogy így is fel lehetne fogni ezt a betegséget, mondok a koronavírust, hogy igen, Isten szeretne, hogy több időt szánjunk szeretteinkkel és ő vele. Végül a kérdés, amire válaszol ez az ige, hogy mire való a gyógyulás? Arra, hogy akit Jézus meggyógyított, az szolgáljon. Olyan egyszerű és mégis olyan sokat mondó ez a befejező mondat, és elhagyta őt a láz, azonnal szolgált neki. Nem csodálkozott, nem hálálkodott, nem ment dicsekedni vele, nem szimulált tovább, nem akart még lábadozni, még visszaélni azzal, hogy most ő még beteg vagy beteg volt, nem ápoltatni akarta magát, meggyógyult, elkezdett szolgálni. Aki igazán meggyógyult, az mindig ez jellemzi, hogy elkezd szolgálni. Az emberek lenyűgözte Jézus hatalommal teli tanítása és a csodás gyógyítása. Ne csodálkozunk azon, hogy mindenki őt keresi, őt akarja hallgatni, és tőle várják a testi betegségüktől való szabadulást. Ez történik a mi korunkban is, amikor a sokféle tudomány, vívmány
ellenére az ember belső és fizikai szenvedése égető kérdéseket ébreszt a betegség, a fájdalom és a halál értelméről. Egzisztenciális kérdéseinkről van szó, amelyekre az egyház pasztorális tevékenységének a hit fényénél lett válaszolni. Szemünket a megfeszített Krisztusra kell szegeznünk, akiben megjelent Istenünk, egész üdvözítő misztériuma, a mennyei Atya pedig az emberek iránti szeretetből nem sajnálta adarni tulajdon fiát. Jézus meggyógyította Péter anyósát, minket is fog, ha kérjük az ő segítségét. Így legyen.